bla bla bla. Na, levelet kaptam live, illetve kommentet, ami ráadásul ilyen tök érdekes volt, mert nem az eredeti témát feszegette, ez a sekélyes férfiaknál volt, hanem vagy a vaddász ösztönöknél igazából éreleves. Ott az volt a kérdés, hogy hát honnan veszük a példáinkat, mert hogyha a Tinderről, akkor mit is várunk, mert hát Budapesten egyébként, hogyha így az arányokat nézzük, akkor 100 000 felhasználó van, 85 000 férfi, 25 000 a nő, ez volt a kommentben, erről nem győzöttem meg, hogy mennyire valós. Azt mondja, hogy ezektől a férfiaktól veszük a példákat, vagy őket tartjuk példának, akiknek bevallottan 40% a nős, és vajon mennyi a nem bevallott. És aztán ugye fűzi tovább a gondolatmenetet, hogy, és itt jön, hogy hol lehet ismerkedni. Ismerem a mondást, hogy házi nyúlra, iskolában, munkahelyen nem lövünk, de ez marhasság. Az embereket jobban meg lehet ismerni semleges működés közben, mint abból, amit magukról állítanak. És arra gondoltam, hogy egy kicsit beszélgessünk erről a házi nyúlra, nem lövünkről, vagy lövünk, vagy támad, vagy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. És ugye tök érdekes, mert hát rólam, akik ismernek, tudják, hogy nekem a házi nyúl az lőtt, támadt hozzá, és mentem feleségül, együtt is éltünk közel 20 évet, miután szétváltak az útjaink, és nem azért, mert házi nyúl volt. Mindemellett tök izgalmas volt, hogy egyébként a kapcsolatunknak az sokkal jobbat tett, amikor elmentem az adott munkahelyről, és máshova vitt az élet, mert már nem volt meg az a folyamatos jelenlét a másiknál, hogy kivel beszél, mit csinál, ez a fajta kontroll. És tök érdekes, hogy vajon, ráadásul te egy olyan helyen dolgozol, ahol rengeteg a férfi, hogy lehet-e látni azt, hogy kapcsolódások alakulnak, nem alakulnak, jó-e az, ha van, hogyan szövődnek ezek a dolgok, hogyan nem. Egy kicsit erről. Én nem a munkahelyemet hoznám, mert hogy az most irreleváns, mert én online dolgozom, és főleg külföldiekkel. Tehát én nekem a kollégáimnak a 95%-a a tengeren túlon van jelenleg, úgyhogy ezt nem tudom megerősíteni, de hogy ők kezdenek ismerni engem működés közben, és jó kis kapcsolódások jönnek létre, de hát nyilván ez egész más online térben. Amit bennem engem ez megpingelt, ez egy teljesen más sztori, amit behozok a 20-as éveimből. Aki engem ismer, az tudja, hogy én ilyen elsőre defaultból ilyen nagyon nyitottan közeledek az emberekhez, mert azt feltételezem, hogy bármilyen kapcsolódás létrejöhet specifikáció nélkül. Ez baráti, haveri, bármilyen. És ennek nem akarom gátját állni. És utána húzok csak határt, hogyha valaki ott valamit elbasz, akkor én ott nagyon szépen tudok már határt húzni, most már. 20-as éveim elején én Barcelonában éltem. És volt egy hely, ahova én rendszeresen bejártam, a Katalán Népzenei Intézet, ahol kutató munkát is végeztem, és volt egy srác, akiről lesütött, hogy meleg. Mindenki tudta. Én is tudtam. Ezt tudod, egy nő egyébként is a zsigereiben érzi, az első pillanattól kezdve, hogy ez más rezgés. Szép rezgés, tudok vele kapcsolni, de más rezgés. 2 hónapja jártam oda szinte minden nap, amikor egyszer azt mondtam az emberünknek, hogy figyelj, menjünk már el így csak bulizni. És annyira megijedt, hogy 3 hónapig nem szólt hozzám, megkerült úgy, hogy én ott voltam vele egy térben. És a 3. hónap után mondta, hogy hát akkor neki most itt coming out-olni kell, de hogy ő meleg. Mondtam, hogy oké, és akkor mikor megyünk? És ez számára ilyen hihetetlen volt, hogy that's it. Én nagyon könnyen kapcsolódok emberekkel, és az, amit a Miklós szokott mondani nekem, hogy valószínűleg ez nekem előnyöm is, vagy ebből ez, vagy nem tudom, ez a mágiám, hogy én nagyon könnyen a páncélok alá kerülök, azzal a nyitottsággal, amivel megyek. Szóval én könnyebben tudok így kapcsolatokat teremteni. Munkahelyen nem, az kizárt, valahogy nem. És érdekes, hogy nekem volt egy olyan időszakom, amikor a férjemmel együtt dolgoztam, és életem legborzasztóbb időszaka volt. Borzasztó volt. Én kicsit micromanagingbe ment a történet, és én azt nagyon utálom.
Úgyhogy nem szeretnék olyan emberrel lenni, akivel együtt dolgozom, vagy legalábbis ilyen szinten, hogy naponta találkozunk. Viszont ez megint érdekes, mert pont tegnap előtt gondoltam erre, és nem ebből a témából kiindulva, hogy milyen elfejlődések vannak ugye egy párkapcsolatban, és főleg azért, mert hogy a napod nagy részét olyan emberekkel töltöd, akikkel, aki nem a férjed, nem a feleséged, és velük együtt fogsz fejlődni. Az a kérdés, hogy a párodat ebbe a fejlődésbe be tudod-e húzni, vagy külön tudtok-e fejlődni, és annyira szép, hogy ragaszkodunk utána is még ezekhez a párkapcsolatokhoz, amikor már full elfejlődés van egymás mellől, mert hogy megígértük. Ez egy másik posztom alatti komment triggerelte így be, ez onnan jött. Igen, azért én visszakötnék arra, és talán itt ez a félreérthetőségre, amikor az ember túl közvetlen, hogy hányszor van az, hogy egyébként, akár, mert én is meglehetősen közvetlen vagyok, ráadásul én ilyen tacsi-tacsi vagyok, tehát nekem így valakihez így oda megyek, akkor csak így a vállát meg kell érinteni, nem azért, hogy izé bármi legyen, csak hogy így érzékeljem az embert, és hogy tudom azt, hogy ez főleg munkahelyi környezetben ez is tud félreértésre okot adni. Pedig nem akarok tőled semmit, csak hello, látlak, érzékellek, nyugtázom a jelenlétedet, és egyébként hol a picsában van az az Excel tábla, amit ígértél tegnap előttre. Hogy ez is egy ilyen izgalmas, és aztán nyilván megvannak azok a részek, vagy legalábbis azoknál a helyeknél, ahol én dolgoztam, meg amiket én láttam, meg hallottam, meg ismerek olyat, akinek van valaki, akinek elmesélték, hogy, mert mindenkinek vannak ilyen történetei, hogy ezekből az egyébként ártatlannak induló beszélgetésekből, kávézásokból, és pont azért, amit te mondtál, mert hogy velük töltöm a felnőtt életem nagyobb részét, az ébren töltött időm nagyobb részét, mennyire tudnak átalakulni igazából akár érzések, érzelmek, hogyan tud ez táncolni ott azon a határon, vagy hogyan tud ez egy kicsit hol erre, hol arra billenni, melyik félnél billen, hol erre, hol arra. És nagyon mókás volt, mert az egyik munkahelyemen, pont ott, ahol megismerkedtem a férjemmel, ott ez ilyen szinte gyakorlat volt, mert egy idő után mondtuk, hogy ki lehetne írni az ajtóra, hogy nem csak biztosítás, hanem házasság közvetítő Kft. Is az adott cég, mert hogy vagy 3-4 házasság keveredett ki abból az egyébként viszonylag kis létszámú társaságból. Olyanok voltak az emberek, együtt rezegtek, és azért, bár mondjuk nekünk nem sikerült megtartani ezt így 18-20 év után, de hogy vannak még olyan párok, akik a mai napig együtt tudtak onnan maradni. És mondjuk ez ilyen tök jó. Nem vannak, akik meg nem. A kérdés az, hogy mi van a színfalak mögött. És visszajövök a házi nyúlra. Amikor nekem volt egy házi nyúl, aki házi nyúl volt, és azt mondta, hogy itt neki állj, és ez így nagyon ki lett mondva, hogy ott neki állj, és innentől. Nekem az olyan volt, olyan érzés, mintha engem ilyen üvegbúra alá tett volna. És azt mondtam, hogy oké, akkor én ezt az üvegbúrát itt megtartom, vagy ő magát rakta üvegbúra alá, mert én ilyen áradó vagyok. És azt mondtam, hogy oké, akkor see you in your next life. Szóval onnantól kezdve, hogy ezt a táncolást leállítja valaki, onnantól kezdve nekem az meghal. Ez érdekes. És aztán meg érdekesek azok a házi nyúl helyzetek, amikor ki van mondva, hogy a céges bulinál éjfél után nem fotózunk, ugye bár mindenki elteszi a telefonját, meg ezt, meg azt, meg amaz, mert aztán ott meg el tud szabadulni pokol, meg indulatok. És még visszajövök a házi nyúlra, mert hogy én nekem még mindig van házi nyúlam otthon. Tehát mi, még egyszer mondom, itt ott házasságban élünk, és nem is együtt élünk. És nekem ehhez nagyon-nagyon ismeret kellett, hogy azt mondjam az életem egy pontján, hogy nem vagyok hajlandó tovább mártír lenni, mert ugye azt, hogyha feláldozod magad, és betolod, és nem csak az ebédet főzöd meg, meg a meleg vacsorát, meg kitakarítasz, meg ellátod a gyereket, meg, hanem még, nem tudom, pörögjél az egyik kezeden, miközben a másik lábaddal egy tányért pöckölsz. Tehát, hogy ilyen varázslatos mutatványokat képzelnek el a férfiak, hogy mi ezekre egy all-inclusive egy személyben képesek vagyunk. Szóval én nekem eljött ez a pillanat, amikor azt mondtam, hogy tökre jó, én ezt innentől kezdve nem tudom betolni, és szívesen fizetek is azért, hogy megkapd ezt bárki mástól. És ez hogyan volt fogadva? Nagyon szarul. Mert hogy a mese az az,
még mindig a fiúknak, hogy majd mi egy személyben betoljuk életünk végéig, és mi leszünk azok, akik mindent is be... Hát nem tudom, azt, tehát mindent is, minden igényt is kielégítünk, és lehet, hogy nem. Vagy nem, de ez megint egy hosszú beszélgetés lenne, úgyhogy ezt majd legközelebb. Legyen így.